Ennyi volt a botrányper. Alekosz visszavonja a keresetet Baukó Évával szemben. Ahogy arról a blik beszámolt, a héten elkezdődött az év botránypere. Alekosz ugyanis becsület sértéssel és rágalmazással vádolta meg Baukó Évát, így az elválaszthatatlan barátokból egy szempillantásra ellenségek lettek. A napokban pedig újra összetűzésbe keveredtek, miután Alekosz azt állította, Évának egy műsorvezetővel lehetett viszonya. A vádakat Éva tagadta, s tiszta vizet öntött a pohárba elmesélte, hogy egy tévés hölgy kérte meg, hogy buktassa le a műsorvezető párját, hogy megcsalja-e, ám az üzenetváltáson kívül több nem történt köztük. Bár a Lekosza válaszában azt írta, beszámol majd Éva és egy családos élsportoló állítólagos kapcsolatáról, erre nem került sor. Bár erről nem, másról azért posztolt. Péntek reggeli bejegyzésében ugyanis arról számolt be, hogy komoly döntést hozott. Bauko Éva álláspontjától teljesen függetlenül arra a következtetésre jutottam, bármekkora csalódást okozok a sajtóképviselőinek és az ügyvédeknek, a mai nappal visszavonom a keresetet Évával szemben, elállok ettől a gyalázatpertől. Írta a posztban, illetve kifejtette, tudja, hogy Évával ők nem ellenségek, így nem szeretnék kitenni őt ennek. Valaha szerelmes voltam belé, azután pedig barátok lettünk, a legjobb barátok. Nem tudom elfelejteni ezt, őt sem. Drága Éva, bárhol, bármikor, bármiben számíthatsz rám. Tudom, nem vagy egyszerű, én sem vagyok az. Ebben a cudarvilágban csak mi vagyunk tiszták. Éljünk boldogan, barátod Alekosz, tette hozzá. Nektek mi a a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy nem maradj le a legfrissebb hírekről.